hogy mi benne a jó. Aha. Hát én mindig szerettem a távolétet, mert a nagyvárosi zajokat nem nagyon viselem el, mert a testvérem Budapesten lakott. És mondtam neki, hogy én 2-3 napnál nem tudom itten tovább. Olyan, mint egy falu, de mégse igazából, úgyhogy... Külváros. Kertvárosi gettó. Nagyon jó, hogy jól érzem magam, mindenki mindenkivel barátságos, mindenki mindenkiről tud. Ez egy ilyen kisebb falu közösség. Uh-huh. Jó levegő van, friss levegő, nem panelprogram, ez azért uh-huh. sokat számít szerintem. De tessenek néha ide tekinteni, mert ez a Kocsonya Fesztiválon kitöltött vízeknek az üzenetei itt a perecesieknek. Mit üzennek az emberek a perecesieknek? Összeindult, és egy októberi kérdezés volt az első nagyobb akció, ami során már rendesekkel is találkoztunk. Igen, először a célokról. Ugye a célja ennek, az átfogó célja ennek is, mint sok más perecesi civil szervezetnek is, hogy a perecest megismertetni az iskolciakkal, illetve vagy a perecestről való képet kicsit árnyaljuk, és valamiféle pozitívabb képet is mutassuk Perecestről, mint amit sokan ismernek, ugye információ hiányban szenvedve sajnos. Múlt és jelen, ami a Horizonton projektet jellemzi, keresztnyelve a jelen és jövő. Tehát leginkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy a mai perecesiek, idősebbek és fiatalabbak is hogyan gondolkoznak, hogyan látják Perecest, mennyire szeretik, hogy hogyan viszonyulnak, szeretik, nem szeretik, hogyan viszonyulnak hozzá úgy általában. Az lenne az első játékfeladat, hogy mindenki gondolkodjon el magában most, hogy ön szerint hol van Perecest közepe. Tehát önök szerint hol van ennek a közepe, akár a térkép szerint, akár csak a térképtől függetlenül. Ezt így határozzák el magukban, és aztán mindenkit megkérünk, hogy jelölje be valami egyedi jelöléssel, hogy önök szerint hol van, de előtte jól döntsék el, nehogy mások befolyásolják meg. Úgyis mindenki máshogy fogja gondolni egy kicsit. Lehet, hogy ezt meg egyébként sérülni értelemben. És nem ér befolyásolni kérdéket, és annak volt egy ilyen kérdésköre, azt hiszem, hogy a kérdése az volt, hogy mit lenne, ha magát össze lenne, amelyik pont ilyen terveket, ötleteket, vágyakat fogalmazott meg, és ezeket így, nem azt mondom, hogy az összeset kiírtunk, csak az alapvetően a legjellemzőbbek. Tehát írtunk majdnem mindegyiket, de a legjellemzőbbeket összefoglaltuk, hogy mik voltak azok a javaslatok, amiket itt születtek. Azokat először levetítenénk, megbeszélnénk, hogy azok, mint fontos, vagy nekem is egyébként fontos, az most megvitatni, hogy azok szükségesek-e vagy sem azok a javaslatok, amik születtek, illetve itt van aztán a lehetőség, és azért is tettünk fel egy újabb csomagolópapírt a falra, hogy az egyéb ötleteket szépen összeszedjük, hogy mit lehetne tenni. Mert azt írják, hogy nincs posta perecesen. De van posta perecesen, a Debreceni Mártán téren. De ki megy oda föl túl? Pontosan ez az, hogy nincs egy településközpont, ahol ezek létezhetnének. Mert ha lenne egy településközpont, ahol mindenki keresztül megy, akkor lenne üzlet, lenne posta, lenne orszú diszkó. De nincs.
Nincs. Ha lenne perecesnek, nem egy zsákfelület, lenne átmenő forgalma, az nagyon sokat segítene. Nincs átmenő forgalom, ez nem fog segíteni. A település központ pedig nem tudott kialakulni se. Én azért nem vagyok reményvesztett, mert én úgy gondolom, hogy valahonnan megint el kell kezdenünk építkezni. És mi úgy tudunk elkezdeni építkezni, hogy aki rám van bízva, vagy ránk van bízva, azokat próbáljuk ebben belekezdeni, hogy értelme van megint ilyen munkát végezni, megint vissza kell térni a közösségi életnek, a közösségi munkának, hogy ez egy lejáratott dolog lett, nem? Azt mondja, hogyha valaki szombaton dolgozik, hogy kommunista szombat.